A műsor fő támogatója a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogató KSR Moto Magyarország, Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, Fogt Motor a Shark Sisakok magyarországi hivatalos forgalmazója, szakmai partnerünk a Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium. Valera, már kicsábítottunk ide hozzánk, akkor mesélj már egy pár szót magadról, illetve hogy mi újság van veled, mik a tervek idénre. Hát elindult az év, nagyon nehezen indult el az év. Az mindenkinek. Mindenkinek. Túl vagyunk az első versenyen, sajnos nem Magyarországon volt az első bajnoki futamunk, hanem ki kellett mennünk Lengyelországba, de annak ellenére, hogy elmentünk innen 1200 km-re, egész svéd határ mellett voltunk, egy nagyon-nagyon kellemes környezetbe érkeztünk meg, és igazából nem is azért mentem ki, hogy elindult a magyar bajnokság, mert nem volt teljesen mértékben egyértelmű, hogy most lesz vagy nem lesz, hanem szerettem volna egy kicsit ilyen sportdiplomáciaként képviselni Magyarországot, hogy a terepvalósoknak is van kint jövője, és hogy ők is jöjjenek hozzánk. Egy igazán mély homokos talajon voltunk, ehhez képest, hát ez ahhoz képest majdnem, hogy aszfaltszerűség, és kint a pályán ilyen 60-70 centis mély homokba kellett menni. Ráadásul az autók megjárták a nyomokat, és a következő körre már tényleg ilyen derékérő mélység mentünk. Ellenben itthon ilyen homokban nem találkoztunk, akár Bugacon is. Nagyon jó volt. Sajnálom, hogy az én csapattársamon kívül csak ketten voltunk kint. Többiek nem tartottak velünk. Egy nagy veszteség érheti őket, egy nagy élmény. De 9. hó 5-én lesz a Baja-Polland, és ott majd kiküszöljük a csorbát, és akkor szerintem mindenki fog jönni. Tehát akkor megint Lengyelország lesz a következő? Igen, azt gondolom, hogy Lengyelország, mert itthon elég bizonytalan a versenyzésnek a jövője. Kaptunk ígéretet, hogy még lesz két magyar bajnokság, ugye a Hungariában sajnos elmarad, úgyhogy még két versenyt mondtak, nem bízom benne, hogy meg lesz tartva, ezért el kell mennünk külföldre versenyezni. Be van adva a regisztrációnk a Hellas Rallyra és még egy külföldi versenyre, de ebben sem vagyok biztos, hogy meg fogjuk tartani. Úgyhogy oda megyünk, ahol lesz verseny. Tehát ti készen álltok, ti mentek, ha van. Igazából az a kérdés, hogy a szervezők úgy döntenek-e, hogy lesz-e verseny, vagy sem. Igen, készen állunk. Holott az a problémám, hogy hiába is edzegettünk, azért az mégsem olyan, mint a versenykörülmények. És ez mutatják a sok sérülés is, ami mostanában motorosokkal történik. Valószínű az van, hogy én legalábbis azt gondolom, hogy hiába edzegetnek a srácok, de azért hiányzik a versenyzés mindenkinek. Szerencsére mindenki megúszta úgy kisebb-nagyobb törésekkel, de hát nem tudom, ez van most, ez az év, ez ilyen kurta, de jövőre azért majd felszívjuk magunkat is. Igen, ezt a gyorsasági világbajnokságon is lehet látni, hogy jóval több a sérülés is az esés, pedig igen, alig kezdődött el még a szezon náluk is, úgyhogy ez úgy látszik, hogy minden versenyzőt azért érzékenyen érintett. Hát ugye az edzőtermi edzések azok folyamatosan folynak, és szerencsére van egy ugyanolyan őrült ember, mint maximum a motorosok, a Garamvölgyi Zoli, ő kitalált egy terepvali sulit, ami tulajdonképpen egy utánpótlás, nevelés és becsábítás a terepvaliba, megmutassuk, hogy egyáltalán hogy néz ki ez a terepvali kívülről, belülről, és ugye majdnem minden hónapban van egy ilyen teszt lehetőség, amikor elmegyünk különböző országok különböző részeire, és ott egy egész napos teszten tudunk részt venni, ahol tulajdonképpen teljes biztosítás mellett, tehát itt van rescue mentők, rágyós irányítással, sportbírókkal, tehát ilyen versenyszimulációk vannak, ahol tudunk készülgetni, és vannak olyan srácok is, akik a enduróból átszűrődnek hozzánk egy-két próbára, próbálkoznak, és ők is láthatják azért, hogy milyen ez a terepvali belülről. És akkor ez gyakorlatilag ugye kicsit pótolja is ezeket a kiesett versenyeket, amik ugye nagyjából az év első felében nem is voltak. Igen, ez teljes mértékben pótolja, már csak azért is nagyon jó, mert ez egy jó közösség kezd összeállni, ez a terepvali is közösség. Az első versenyre 38 motoros tudtunk volna összedni ugye a környező országokból, sajnos ugye ez meghiúsult, és ez azóta is tart a kapcsolat velük, és járunk át Szlovákiába is, vagy Csehországba motorozni a srácokkal. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha szabad utat fog kapni ez a sport, akkor jövőre ők nem adták fel, és akkor fognak jönni. Úgyhogy lesz népes mezőny a terepraliba is.
A műsor fő támogatója a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogató KSR Moto Magyarország, Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, Fogt Motor a Shark Sisakok magyarországi hivatalos forgalmazója, szakmai partnerünk a Magyar Motorkerékpár Szakközépiskolai Szakgimnázium.